Sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt legyünk egy újabb videóban. A videó elején szeretném megköszönni a csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornát, illetve a csatorna működését. Tényleg nagyon sokat segítetek nekem azzal, hogy folyamatosan támogatjátok a munkásságom, mint donétek, mint pedig csatorna tagság formájában. Övezzétek ki az előnyeit, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. Most már annyian vagyunk, hogy igazából ugye a videó elején beolvasni a neveteket, illetve kiírni a neveteket is már egy kicsit necces, és hogyha nem haragszatok meg, akkor a neveteket nem fogom beolvasni egyenként, viszont igyekszem így a képernyőre ide vágni nektek, hogy kiférjen amennyire. Tudom, hogy tényleg baromira hálás vagyok, srácok vagyok nektek, hogy ennyien támogattok, illetve hogyha esetleg gondolkodtok azon, hogy szeretnétek csatornatagságot vásárolni, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, akár 200 forintért is tudtok csatornatagok lenni, ilyenkor kaptok Discordon is egy külön rangot, hogyha hozzá van társítva a Discordotok a YouTube-bal, úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, folytassuk is a videót, még egyszer nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, mindenkinek a támogatásokat. Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban, amiben a OneSuman új szerveréről fogunk beszélni, új szervereiről, ugye itt a hard szerverekre gondolok. Ebben a videóban igyekszem kitérni azokra az információkra, amit már hivatalosan is tudunk a hard szerverekről, illetőlegesen a végén pedig igyekszem összeszedni, összegezni nektek a véleményemet arról, hogy szerintem milyenek is a hard szerverek, miben kéne változniuk, és a szerintem jelen állás szerint mennyire jók, mennyire nehezek. Úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele. Jogosan jöhet a kérdés, hogy de miért hard? Hiszen ez azt jelenti, hogy nehéz. Mitől nehéz az új hard szerver? Mitől nehezek az új szerverek? A hard szervereken megnövelték a Stratcom szerzést 8-9%-kal, ez kizárólag szezonális objektívekre és purificationre értendő. Az, hogy a szezonális objektívek alatt most itt szezon gólókra vagy mire gondolnak, ezt pontosan nem tudom, néha amiket itt leszoktak közölni a fejlesztők, nem feltétlen egyértelmű, szezonális objektívval leírva hivatalosan a posztba, most az, hogy ezen belül ők taskokra, szezon gólókra, vagy hogy egészen konkrétan mire gondolnak, ezt pontosan nem tudom. Minden más Stratcom szerzési módszer megegyezik a normál szerveren lévő mennyiséggel. Tehát a purificationon és a szezonális objektíveken kívül kizárólagosan ugyanannyit kapsz, mint egy normál szerverem. A túlélés terén is történtek újítások. A pollution zone nagyobb, és minden pollution zone jelentősen magasabb pollution-nel rendelkezik. A játékosok kétszer olyan gyorsan vesztik el az energiájukat és a hidratációjukat, és teljes energia és hidratáció időtartalma is lerövidült. Magyarul is röviden, jobban éhezel, jobban szomjazol, illetve ha fullon vagy, akkor sem tart ki már annyi ideig. Illetve a szenitid is kétszer olyan gyorsan csökken. Ha azt jelen is történtek, változtatások. A szörnyek statisztikái, érzékenysége, mozgási sebessége és támadási gyakorisága megnövekedett. Röviden, nehezebbek lettek az enemik. Kitettem nektek előre szavazást streambe, ott pedig fele-fele arányban arra szavaztatok, hogy tényleg nehezek az új enemik, fele arányban pedig, hogy könnyűek. Szóval ezt mindenki tapasztalja meg, és döntse el maga. Szerintem az új elemental enemiken kívül, meg a sniper enemiken kívül nem jelentenek továbbra sem kihívást. A purification mód alatt megjelenő szörnyek megváltoztak, és erősebbek lettek. Elemental enemik. Sok képet nem találtam róluk, és infót sem nagyon a neten, szóval vannak ezek az elemental enemik, legalábbis én így hívom őket, egyébként voids. Ezeknek van több fajtája, nem csak morfkét, hanem például katona ellenség vagy egy szörny. Mindegyik immunis valamilyen elementál sebzésre, burn, frost, power surge. Mindegyiknek megvan a gyengessége, például ha nem tudod lelőni tűzzel sem jéggel, akkor lövöd elektromossággal és így tovább. Továbbá hasznos lehet ellenni például a gránát, a molotov, hiszen ha például a tűzre érzékenyek, akkor kifejezetten jól tud jönni. Ezek szerte vannak szorva a mappon és egyébként elég erősek, szóval érdemes megölni őket. Krendel. Exkluzív void képességek. A Krendelben elérhetővé váltak az új void képességek, amelyek a void enemik megölését segítik elő, illetve a játék során más-más szituációkban pedig enemik ellen is hasznosak lehetnek. És akkor jön az én összeegyzésem a jelenlegi hardszerverrel kapcsolatban. Szerintem, és ezt őszintén mondom, számomra nem tűnik sokkal nehezebbnek a season. Igen, vannak ezek a void enemik, amik egy kicsi taktikát igényelnek, hogy hoppá, most immunis a tűzre, akkor öljük meg elektromos fegyverrel, hoppá, most immunis az elektromosságra, akkor öljük meg tűzzel, dobjunk rá egy molotovot, vagy öljük meg egy jégfegyverrel. Ugye ez különböző enemiknél tényleg egy kicsit feldobja a hangulatot. Kis szinten nagyon idegesítő lesz, hiszen folyamatosan meg fognak ölni, hiszen akkor még nincsenek különböző elementál sebzésű fegyvereid.
A bosszok továbbra is szerintem ugyanolyan nehézségűek, illetve az, hogy Purificationbe 8-9%-kal több Starpromot kapsz, hát az szerintem nagyon kevés, igazából egyenlő majdhogynem a nullával. Persze ez az én véleményem, ezt mindenki döntse el magának, de szerintem ez édes kevés ahhoz képest, hogy gyorsabban éhezünk, gyorsabban szomjazunk, jobban fogy a sanitink, vannak az új enemik, úgyhogy igen, tehát hard server, ami mégsem annyira hard, ennél kicsit több kontentet és újítást vártam, így a játék, tehát az új season elején. Hát meglátjuk, hogy a többi fézre mit fognak behozni, és milyen újítások jönnek be. Egyelőre én azt mondom, hogy feldobja a hangulatot, van mit csinálni, nem unatkozom, mint az előző season mondjuk vége fele, de akkora újítás szerintem nem érkezett, úgyhogy én őszintén szóval örültem volna több tartalomnak, mert most oké, kicsivel nehezebb lett a játék, szerintem nem lett nehezebb, tehát hogy én már gyakorlatilag elmentem a max szintig, volt, hogy 16-os szinten a 28-as zónában ölögettem a piros nevű meg szintű szörnyeket, mert egyszerűen oda kellett mennem lootolni, hogy jobb cuccokat gyártsak, és meg se kottyantak. Normál szelvere, meg amikor átmentem 16-os szinten a 28-asok, az megölt a vaddisznó, meg a farkas, úgyhogy... Hát oké, én nem mondanám tényleg nehéznek, ez lehet azért van, mert azóta már sokat fejlődtem, rájöttem, hogy kell, mit kell csinálni a játékon, így azért könnyebb, de számomra tényleg nem tűnik nehéznek, az új enemiket pedig tényleg nagyon könnyen ki lehet játszani, hogyha tudod, hogy mivel kell és hogy kell megölni. Az új krendől tartalmak egyébként elég jók szerintem, tehát azokat azért érdemes használni, elég OP-k tudnak lenni. Úgyhogy srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna. Én nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok az új hardszerverekről, mi a véleményetek róla. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan vélekedtek ezzel kapcsolatban. Nekem őszinte leszek csalódás, ekkora hűhó egy szerverváltásért, meg szezonváltásért, és addig kaptunk igazából új kontentet. Jó srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, dobjatok egy lájkot, írjatok egy kommentet, amit nem tettétek meg, és ne felejtsétek el, dobjatok egy feliratkozást is, és minden nap streamelek, úgyhogy ha nem akartok lemaradni a streamekről, akkor mindenféleképpen csekkoljátok a Discord szerveremet, illetve a YouTube csatornámat. Sziasztok!